Hello, Lucy, ez a Sirius, ez pedig nem más, mint a Minecraft Let's Play sorozatunk következő epizódja. Egyébként nem annyira számottevő, de létező kés és oka pedig az, hogy az Open Broadcaster nem hajlandó felvenni a játékot csak és kizárólag Screen Capture-ben. Úgyhogy most nem Game Capture-t alkalmazok, hanem Screen Capture-t, mindegy, technikai különbségek ezek, amiknek nyilvánvalóan kíváncsi lennék az eredetére, de mindegy, hagyjuk is a dolgot. Hogy vagytok, hogy telik a napotok, és egyébként is. Igen, ez egy demokrácia, nem annyira demokrácia, de ez egy egészen... Hol a 60 FPS? Miért nincs 60 FPS? Nincs. Hát ez valószínűleg azért van, mert elfelejtettem átkattintani, viszont ezt már nem lehet az esemény kezdete után átkattintani. Úgyhogy ez most 30 FPS-be kerül ki, ami egyébként nem is feltétlenül baj, mert a screen capture nem olyan stabil, mint a game capture, mint funkció. Jó a pólom, köszönöm szépen. Overwatch meg Winston. Ha valami miatt elkezdenék játszani Winstonnal, az emiatt lenne. Szóval elérkezett ez a csodálatos nap, amikor is a követ... Amikor is... Nincs kedvem lemenni a Netherbe. Ez valószínűleg sokak számára rosszul hangzik, de az helyzet, hogy tényleg nincs egyszerűen kedvem lemenni a Netherbe. Nem arról van feltétlenül szó, hogy mit tudom én, meguntam volna a projektet, hogy bármit, csak tényleg olyan sokat lógtunk mostanában a Netherben, és még mindig nincs kész nyilvánvalóan, tehát lehet, javítgatom itt a helyzetet azzal, hogy így szerkezet kész, mit tudom én, de sajnos felesleges, mert nincs kész, és nagyon sokáig nem is lesz, mert még egy csomó kis apróság. Tehát apróságok vannak, most már csak hátra nem arról van szó, hogy mit tudom én, világot kell váltani, vagy bármi ilyesmi, hanem arról, hogy be kell fejezni a kis házat előtte, be kell fejezni az ilyesmiket. És úgy gondoltam, hogy mielőtt ennek így nagyon-nagyon neki mennénk, előtte... Elmehetnénk egy kicsit bányászni, tudjátok, csak így chillelni, kicsit bányászgatni, egy csomó nyersanyagunk van előtte, ültetni kaktuszt, hogy nőjön kaktusz, mondjuk egyébként nincs nálunk akármennyi kaktusz, szóval ez nem nagyon fog menni. De értitek, egy ilyen kis csillesebb, kis pihenős rész abban a hatalmas hajtásban, ami mostanában az az építkezés. Nagyon-nagyon remélem, hogy meg fogja érni utólag. Nagyon-nagyon remélem. Ezt nyilván ilyenkor még nem nagyon lehet tudni. Ez nyilván mindig így van, hogy ezt ilyenkor azért elég nehéz ténylegesen tudni, hogy vajon tényleg meg fogja elérni, vajon tényleg azt fogja elhozni, amit szeretnénk tőle, de én amondó vagyok, hogy reménykedem, hogy megéri. Majd azonban a mai nap folyamán csak bányászunk, meg szaladgálunk a kövek alatt, meg nagyjából ilyesmik. Ez egy nagyon-nagyon erősen túllőtt kaktusz termőföld ahhoz képest, hogy csak egy kaktuszunk van. Viszont ez egy kaktusz, ezt nagyon büszkén lerakom ide. Automata kaktusz farm, ráadásul egyébként végtelenül egyszerű kaktuszt farmolni automatikusan. Valamikor, amikor lesz egy rész, amiben kell csinálni valami csillelőset, valami olyasmit, mint most, csak most így megyünk bányászni. Nem így megy ez, barátom. Nem így megy. Jó, akkor így megy. Szóval akkor nem bányászni megyünk, hanem majd építünk egy kaktusz farmot. Hely még van, fölfele. Igazából. Ja, egyszer építhetnénk egy kaktusz farmot. De inkább miért ne? Az a kérdés, hogy vesz-e valaki kaktuszt a falusiak közül? Mert ha vesz valaki kaktuszt, akkor rendkívül jó biznisz lehet. Hol a játék hangja? Nincs a játéknak hangja. Valami egyébként nem tudom. Updateltem a Windows-t. Ez lehet a baj, ezért hal meg minden. Tessék, itt a játék hangja. Elnézést, nem vettem észre. Updateltem a Windows-t, képzeljétek el. Volt az egyéves anniversary update, tudjátok, az évfordulós update. És az nekem nem volt lent. Viszont az update kell ahhoz, hogy működjön az Xbox One Windows 10-es játék megosztás gyakorlatilag, ami tudjátok az, hogy aki játszik, vagy aki birtokolja a játékot Windows 10-en,
vagy tehát Windows 10, igen. Azt hiszem csak ott. Meg aki birtokolja a játékot, vagy birtokolja a játékot Xboxon, akkor ez mind a kettő helyen birtokolja a játékot. Tehát hogyha megvan vagy Xboxon, vagy egy Windows 10-es rendszeren, akkor gyakorlatilag mind a két helyen Silk Touch, szerintem nem kell Silk Touch. Akkor ugye megvan mind a két helyen, és ez csak akkor működik, hogyha megvan ez az utolsó update, és nem, nem működött, és én most jöttem rá, hogy nekem nincs meg ez az update, tehát nem volt meg a gépemben ez az update. Ami nagyon fura, mert igazából minden automatikusan update-elődik, de lehet, hogy ez nem. Tehát lehet, hogy ez valamiért nem, úgyhogy ezt konkrétan manuálisan kellett elindítani. Elég gyorsan megtaláltam egyébként, hogy hol kell manuálisan elindítani. Tehát, hogy az megvolt azért viszonylag gyorsan, hogy ezt hol tudom megtenni, úgyhogy elindítottam az update-elést, és valószínűleg elkasszált mindent. Minden beállításomat. Azonban jó streamerhez híven, ez nyilván nem jutott eszembe. Ment ez az opció, hogy ez megtörténhet. Kell ezen kívül bármit vinnem? Szerintem nem kell, sőt igazából ennyit se kell. Restonból is pótolhatjuk a készleteinket, szénből se baj, ha hozunk, de igazából gyémántra mennénk. Vegyem fel a hangerőt, de a hangerő az mindig ilyen a játékban. Szóval ez, a játék az mindig ilyen hangerőn fut. Csak kell nedőrbe házat, hát az helyzet, hogy igazából csinálhatnánk lassan. Melyik irányba induljunk meg bányászni? A kaját kell leraknunk. Mert van nálunk egy aranykard, mindegy, ez nem sokáig lesz. Hogyha először arany és aztán az, amit enchantolni akarsz, az mondjuk azért az elég király. Erre a bugra nem is tudtam, de utána. Ó, van még pont egy szeg húsunk, úgyhogy ez teljesen... Axmart privát ládájában volt 64 évent. Hát, az valószínűleg Axmart ládájában is fog maradni. Egyébként nekünk se kell nagyon most már, menjünk ebbe az irányba. Ebbe a bányászni ritkán megyünk. Szóval nekem se kell feltétlenül már így gyémánt, tehát nem ilyen átkozottul fontos, hogy legyen gyémánt. Jó, így nálunk van, kaja nálunk van, fákja nincs nálunk. Most indulok el harmadszor majd egyébként. Elméletileg ugye az összes cuccon mending van, szóval mindennek javulnia kéne, úgyhogy nem kéne hatalmas mennyiségben gyémántot pazarolni, mert ugye mostanában azért van ennyire, tehát azért csapod meg ennyire a gyémántjaink mennyisége, mert felújítottam egyszerűen a cuccaimat. És ez nem cool. Mert ez egy coolnak cool, mert fel kell tújítani, nem erről. Van valamelyik ládában egy halom fákja. Ezt most lehet, hogy nem találjuk meg, akkor viszont inkább lecraftolom őket újra. Vasszom, hogy teljesen értelmetlen, hogy miért abban a ládában van egy halom fákja. Nem ez a halom, nem erre a halomra gondolok, hanem ténylegesen egy halom fákjára gondolok. Mindegy, akkor csinálunk fákjákat, ezen nem újon. Illetve valaki a múltkor írta, hogy mi van akkor, hogyha azért nem működik olyan jól a Monster Trap, mert amikor újra vágtam a területet, akkor azóta nincsen kivilágítva a járatok a föld alatt, ami egyébként teljesen igaz lehet. Tehát, hogy egyszer egy Pulitron streamet rászállnak majd arra, hogy körbenézzek itt. Az emeleten van a fákja. Na, az például valóban egy teljesen logikátlan hely. Na mindegy. Nyilvessző nem kell. Ennél több, ugyanis egyetlen egy nyilvessző elegendő, és az alapján onnantól kezdve lesz végtelen nyilvessző. Szóval ez nem kell ennél több. Ha ezt az egyet elvesztem, akkor nyilván az más, de hogy ennél több nem kell. Nem kell, hogy a rendelkezésünk rájön, és ebből teljesen békésen, úgyhogy igazából szerintem fel vagyunk készülve. Kőfalmnál is vannak fákják. Egy halom helyen vannak teljesen felesleges fákják. De az a teljesen felesleges fákják, amik aztán ilyen... Nagyon nehéz lenne megmagyarázni, hogy miért ott vannak. Valószínűleg egyébként egyszer csak ott voltak, leraktam, és egyetem voltunk mi már ezen a környéken? Ebben az irányba való soha sem megyünk. Viszont így egyáltalán soha nem megyünk.
Milyen volt a mozi? Ó, ezt nagyon jó, hogy kérdezitek, ugyanis nagyon, erről szerettem is volna beszélni. Ugye a Snowden filmet néztük meg, ami nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. Teljesen biztos, hogy túlszaturált. Még nem néztem meg a dokumentumfilmet, amit meg akarok majd nézni. Arra még nem volt idő, de hogy teljesen biztos, hogy túlszaturált. Tehát, hogy ő sokkal nagyobb hazafinak, sokkal nagyobb észnek, sokkal izgalmasabb eseményeknek van ez az egész feltüntetve. Azonban ettől függetlenül egy nagyon-nagyon jó film. Én talán nem is, tehát talán az utóbbi években nem is jöttem ki mozifilmről annyira elégedettem, mint a Snowden filmről jöttem ki. Tény, hogy ez nem egy teljesen szakszerű kritika, szóval ha teljesen szakszerű kritikát akartok, akkor alézzétek már. Akkor várjátok meg, nem tudom, hogy tervben van-e, hogy csinál mondjuk Greg, az a Szirmai Gergő egy kritikát róla, mert az ilyen színészi játék, meg az ilyeneket, azokban én nem vagyok annyira jó. Én sokkal túlzottan tudok veszni a... Egy, sose tanultam ilyeneket, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy egy színész jól csinálja, vagy nem. Azonban én... Én túlzottan el tudok veszni egy filmnek a történetében, egy filmnek az eseményeiben, ahhoz, hogy ezeket rendesen meg tudjam mondani, ezért is nem csak filmkritikákat egyébként. Tehát, hogy nem, nyilván. Tehát, hogy az embernek ismernie kell a határait, véleményem szerint legalábbis, és nekem ez egy határom, úgyhogy ez nem egy ilyen filmkritika, azonban nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett, és azokkal, akikkel voltam, ugye bátyámmal voltam meg asszonypajtással, nekik is nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy ez minden, nagyon-nagyon érdekes az alaptéma, mindenféleképpen elgondolkodtató egyébként, hatalmas respekt nem csak Snowdennek, de az összes olyan embernek, aki egyébként ilyet csinál, ugye arról szól, hogy a... Nem a film, ez egy igaz történet egyébként. Volt egy srác, aki dolgozott a CIA-nél, dolgozott az NSA-nél, és nem nagyon tetszett neki az, amit ott látott. Vagy legalábbis ugye ez a hivatalos dolog. Vannak összeesküvés elméletek, amik mást állítanak, ezeket is érdemes egyébként ismerni. De szóval az a lényeg, hogy nem tetszett neki például az, hogy válogatás nélkül Snowden a film címe egyébként a... ennyi a film címe. Szóval válogatás nélkül megfigyeltek, nem csak, egyébként nem csak amerikai állampolgárokat, de egy amerikainak nyilvánvalóan ez az, ami sokkoló, mert nyilván a többiek azok nem érdeklik annyira, legyünk őszinték, sőt egyébként ha lenne bennem ilyen hasonló, nagyon szép, ha lenne bennem ilyen hasonló nemzeti öntudat, ami nincs nagyon, tehát hogy ezt valószínűleg észrevettétek már, hogy én ebben nem vagyok nagyon erős, ez lehet jó vagy rossz, de attól függetlenül nem lesz más. Tehát, hogy én ebben nem... Mindegy. Mondjuk Magyarországon ez nem is úgy erős, de az én esetem meg aztán pláne nem. Mindegy, hagyjuk is. És... őket ugye ez sokkolta, de egyébként... valóban mindenki torvaszájban megfigyeltek. Tehát, hogy konkrétan teljesen függetlenül attól, hogy tette valamit, nem tett valamit, valóban összeköthető volt valami terror cselekménye. Tehát az a lényeg igazából, hogy végeredményében a terror, mint olyan csak egy ürügy, ez egyébként is így van amúgy, amit arra használnak, hogy gyakorlatilag a civil lakosságról mindent tudjanak. Tehát, hogy mindent tudjanak. Mindent. Tehát, hogy ilyen teljesen... És nyilván gondolom ezt is valamennyire... túltolta egyébként a filmbe, valami őszintén én nem merültem el annyira a Snowden aktákban részletesen, mert ezek közül nagyon sok minden ugye elérhető, hogy valóban tudjam, hogy tényleg semmitől minden beszélgetést, de azért ezeknek a tényeknek nagy része tény. Mert ezeknek az eseményeknek, ezeknek a lehallgatásoknak, ezeknek a megfigyeléseknek nagyon nagy része valóban tény. De ezek történnek. Valóban nagyon komoly erőt fektet bele egyébként, nem csak az amerikai kormány, de nagyon-nagyon sokan, hogy mondjuk titkosítási rendszereket tiltsanak be. Tehát, hogy mondjuk titkos kommunikáció, amit nyilván rá lehet fogni arra, hogy hogy ezt a terroristák miatt, meg azért csinálják, mert hogy a terroristák titkosított kommunikációs vonalakon beszélnek egymással, meg mit tudom én. Azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy elenyésző az elkapott terrorista, ahhoz képest amennyi embert megfigyelnek. És itt ez, na mindegy, ez nagyon sok aggályt felvet. Ez egy teljesen külön téma lehet, hogy miért
miért is vett fel annyira nagyon sok aggályt, ugye nyilván erre megvárántja az ember a vállát, és azt mondja, hogy ő neki nincs semmi rejtegetni valója, tehát ő neki igazából nincs mitől félnie, azonban ez nem feltétlenül van így, illetve mindenkinek van rejtegetni valója, mindegy, szóval, hogy ez nem igaz, hogy mindenkinek, de azért általában igen. Most ezek lehetnek rosszabb vagy kevésbé rossz dolgok, de biztos, hogy találnak. Na mindegy. Ez egy nagyon rossz gondolat. Mert ugye azt feltételezi, most nagyon elmentem a filmtel egyébként magá mögé, a gondolat mögé. Ugye azt feltételezi, hogy ha azt mondja valaki, hogy ő nem csinál, ő neki nincs semmi, amit rejtegetnie kéne, akkor az ugye azt jelenti, hogy jelenleg nincs semmi. Tehát, hogy jelenleg úgy érzi, mit tudom én, a jelenlegi törvények alapján minden, amit tesz, az teljesen legális. Azonban ez nagyon hamar megváltozhat, abban az esetben, hogyha ugye azok, akiknek a kezükben van, tehát a törvényhozás, illetve maga a kormány mondjuk, Amerika esetében, az mondjuk megváltozik, és mondjuk elsodródik, és mostantól nem lesz... Mondjuk hirtelen elkezd... nyugalom elleni úszításnak, vagy nem tudom, minek hívják ezt pontosan, mindegy, minősülni az, ha megosztasz egy cikket arról, hogy mondjuk egy afroamerikait lelőttek a rendőrök, ami ugye most szintén egy ilyen rendszeres para Amerikában, mert lövöldözik a saját állampolgáraikat. Nyilvánvalóan az is érthető, hogy egy fegyverekkel teli országban én sem lennék nagyon kimagaslan nyugodt egy rendőr helyében, illetve nagyon sok esetben valóban veszélyes a helyzet, azonban nagyon-nagyon sok eset. Mindegy, ez meg aztán már megint egy nagyon-nagyon komoly dolog, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ő kiállt egyébként a tömeg elé, és elmondta nekik azt, hogy milyen módszerek működnek a NSA-nél, milyen módszerek működnek a CIA-nál, és ennek nyilvánvalóan nem örültek feltétlenül. És az, hogy nem örültek feltétlenül, az nem felbedugult a fülem. Az nem feltétlenül úgy értendő, ahogy egy átlagember nem örül, hanem úgy, hogy akár halálra is ítélhetik abban az esetben, hogyha ugye visszamegy, mert ugye ez árulásnak minősül. Annak ellenére, hogy elméletileg ugye tény nem a kormány érdekeit tartotta szem előtt, hanem az állampolgárok érdekeit. És ugye ez emiatt egy nagyon-nagyon mélyre nyúló kérdés. Egyébként... csak hogy teljes legyen minden, ez nem a filmből derül ki, de hogy egyébként vannak arra teóriák, hogy Snowden igazából nem az emberek miatt állt ki a nyilvánosság elé, hanem a CIA abban az évben kapott, azt hiszem ever, mert hogy akármikor kevesebb pénzt, mint az NSA, és hogy a CIA-nek ez nem tetszett. Szóval vannak ilyen teóriák, hogy igazából ez csak egy CIA összeesküvés, amiben egy másik kormányzati szervet próbáltak lejáratni. De értitek! Szóval ettől függetlenül, amit igazából mi tudunk a dologról, az egyelőre az, hogy egy ember kiállt, és elmondta, hogy mi történik, és konkrétan meghurcolják. Egyébként az ember azóta Oroszországban van, ami szintén egy ilyen kétes dolog, mert hát Oroszország ugye nyilvánvalóan nem a demokrácia hírnöke, azonban elég rosszban van Amerikával ahhoz, hogy ott maradhasson. Mindegy, nem tud tovább utazni, szóval igazából oda szorult gyakorlatilag, és nem ment ugye haza a saját országába, mert az emberek érdekeit nézte, nem a kormányét. Nagyjából. Viszont szóval a filmre visszatérve, hogy egy ilyen alapvetően is nagyon izgalmas alaptémát feszeget, amivel igenis egyébként foglalkozni kell, amivel foglalkozni kell konkrétan a mindennapokban. Tehát foglalkozni kell a mindennapokban, hogy hol vannak azok a határok. Egyébként nagyon sokkal mindent maguk az emberek adnak fel azzal, hogy mindent megosztanak Facebookon, ilyenek. De mindegy, ettől függetlenül, tehát már maga az alaptézis is nagyon jó. Erre nyilván rátett még azért egy lapáttal a rendező, és azért nyilván kiszínesítette, kiemelte azt, hogy ez a karakter, hogy ő mennyire egy technikai zseni, és hogy miket csinál. Bár egyébként valószínűleg technikai zseni volt, mert azért elég magasrangú emberekkel lógott együtt a dokumentációk, fényképes bizonyítékok, tehát a valódi tények alapján. Ugye nyilván nagyon nehéz egy olyan film esetében
ítéletet mondani, ami ugye nagyon-nagyon közel áll nagyon sok aspektusában a valósághoz, és ilyenkor így nagyon könnyű elveszni abban, hogy most ténylegesen mi az, ami igen, mi az, ami nem. Én ettől függetlenül egyébként, mivel egyébként szórakoztató is maga a film, nem abban a formában szórakoztató, hogy egy Transformers szórakoztató, ha az, hanem egy más formában, de én például majdnem kötelezővé is tenném. Nyilván nem fogják soha kötelezővé tenni. Nyilván nem fogják kötelezővé tenni soha, mert nem azok a mondandói, amik nagyon támogatottak egyébként. Azonban én, ha majd lesz gyerekem, aki adott korba lép, amikor meg tudja már érteni, hogy miről van szó, akkor halálbiztos, hogy meg fogom vele nézetni. Annak ellenére, hogy igen. Nem. Tehát, hogy ez egy hollywoodi film. Tehát, hogy ez ki van színesítve, fogyaszthatóbbá van téve, nagyon sok aspektusában eltérnek az eredeti dokumentumfilm tartalmától. Tehát például Snowden soha nem volt hajlandó közel állni az ablakhoz. Legjobb tudomásom szerint a filmben sokszor közel áll az ablakhoz. Lehet arról vitatkozni, hogy lávába estem közben. Lehet arról vitatkozni, hogy ez számít ez az eltérés, vagy nem. Szerintem számít, azonban nem feltétlenül. Nyilván tényleg nagyon nehéz tudni, hogy mennyire áll közel. Ezért is akarom megnézni mindenképpen a dokumentumfilmet, amit a filmben egyébként... Lapis Lazuli, na az kell, mert azunk nincs már otthon egyébként. A film az úgy... Tehát úgy játszódik a film gyakorlatilag, hogy egy... szállodaszobában vannak, ahol Snowden elmeséli valahol, mit tudom én, hogy megfelelően biztonságos helyen, egyébként nem, de mindegy, ahol Snowden elmeséli három újságírónak, hogy mi is történik pontosan, és ezt egy nő dokumentálja egyébként, egy kamerával végigveszi, és az a nő a valóságban is dokumentálta amúgy ezeket a történéseket, és ki is adta ezt a dokumentumfilmet amúgy. Egyébként aki most Habók Ági, nem tudom, hogy te használod ezeket, tudod, vagy más, hogy ilyenkor sajnálsz, hogy én értelmesen beszélek és lelkesen, és közben a chat nagy része azt akarja, hogy csak ökörködjek. Igen, ezért vannak streamek, amiket többen néznek, mint engem. Nem igazán érdekel. Nem feltétlenül oda pozícionálom a csatornát. Hogy egy nagyon szép, friss YouTube parába belenyúljunk, és mulató streamet toljunk. Tehát akinek ez kell, az nyugodtan nézze. Az a helyzet egyébként, hogy akinek ez kell, mármint ez ilyen mulató stream, meg ilyenek, azt nem is érdekli ez a téma. Nem is érinti ez a téma. Neki aztán teljesen mindegy. Abszolút teljesen mindegy, hogy átgondolva csinálja-e az életét, vagy nem. Abszolút teljesen mindegy, hogy akit megválaszt, az mit csinál. Ez egy dolog, hogy még nem választhat, előbb-utóbb választhat. Higgyétek el, hogy addigra se lesz választóképes. Abszolút nem érdeklik az ilyen dolgok, és ez rendben is van. Akit nem érdekel a dolog, az meg nyugodtan bármikor elmehet. Nálam ugye a streamek azok mindig olyanok, hogy... Vannak akik vlogokban mondják el ezeket, vannak akik videókat csinálnak róla. Én sokszor gondolkoztam ezen egyébként, hogy érdemes lenne az ilyenekről videókat csinálni, de valószínűleg messze több munkát fektetnék bele, mint amennyit kéne. Azonban igen, én nekem az a stílusom, hogy gameplayezés közben tudok ilyenekről beszélni, hogy én is képes vagyok 3,5 nyögésnél többet kimondani egy stream alatt, vagy teszem azt bármilyen fixen elsajátított szójárásnál többet láncba fűzni annál. Értitek? Tehát ugye el tudom mondani a gondolataimat egy játék alatt, és el is akarom mondani a gondolataimat, sőt, egyébként meg is kérdeznek. A Snowden című filmről van szó, ami... Szóval mint ilyen, engem igazából nem izgat az, hogy most valakik inkább azt szeretnék, hogy sikítsunk és nevessünk. Vannak olyan streamek, ahol ez történik, tök sokan nézik, úgyhogy menjenek olyan nyugodtan. Tényleg, tehát hogy igazából az a kereslet, amit ők jelentenek, az ki van szól? Ugye, men? Szóval az a kereslet, amit ők szolgál, ők jel... Na.
amit ők alkotnak, az ki van szolgálva. Vannak meg, megvan ugyanúgy a kínálata, sőt, az van jobban kiszolgálva, nem pedig azok, akik, akik valóban szeretnek gondolatokat hallani. Esetleg véletlenül. Arról pedig egyébként bármikor lehet vitatkozni, hogy, hogy most melyik stream a jobb, teljesen irreleváns, meg igazából ez nem eldönthető, kinek mi a preferenciája. A melyik stream az értékesebb, arról is abszolút lehet vitatkozni, nyilván mindenkinek van egy kialakított véleménye, én ezt szeretem csinálni. Nézek-e Mr. Robotot? Nem. Megnéztem a... Elnézést, hogy folyamatosan piszkálom a fülem, csak mindegy... Nincs rendben feltétlenül. És bedugul, és nagyon idegesítő. Szóval gyémánt itt lent. Szóval én mindenképpen nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Greg beleáll-e abba, hogy csináljon ebből egy kritikát. Én nagyon-nagyon szeretném, és ahogy ismerem egyébként, van is ennyire cool arc, meg van is ennyire, tehát ő azért szereti az ilyen dolgokat, és felesleges lenne tagadni, hogy nyilvánvalóan elhollywoodosodott azért ez a dolog. Annyira nem, hogy ilyen lövöldözés legyen ott, ahol nem volt lövöldözés, tehát azért nagyjából tehát hogy azért nem csináltak belőle egy olyan akciófilmet, ami sohasem volt. Egyáltalán nem csináltak. Az utolsó film egyébként, amit nagyon-nagyon hasonló szinten élveztem, mint ez, az a Kémek hídja volt. Nem tudom, hogy ezt egyáltalán láttátok-e. Nem tudom, hogy egyáltalán ezt hányan azt így látta. Ez egyre rosszabb. Az is egy ilyen nem megszokott kategóriába sorolható film volt, ahol nem az akció kapott főszerepet, nagyjából egyébként mindegy, azt is nagyon ajánlom, teljesen más egyébként, mint a Snowden, teljesen más, sokkal hollywoodibb maga a téma megválasztás is, Amerika a hős, az oroszok gonoszak, szóval ez azért így alapvetően így van, és ezért is volt egyébként érdekes a Snowden film, mert hogy itt nem Amerika a hős. Itt nincsenek hősök. Itt egy ember van, aki felvállalta a saját elveit egészen odáig, hogy el kelljen érte hagyni a barátnőjét, el kelljen érte hagyni a jól fizető állását, el kelljen érte hagyni a kettő. Ám minden! Ennyi jutott? Hát ez nem nagyon sok. Na mindegy, kezdésnek nem rossz. Szóval ő az, aki úgymond bevállalta ezeket a dolgokat, mert annyira fontos volt az, amiben hitt. És én igazából az ilyen emberek nagyon felnézek. Kérdés, hogy adott helyzetben én hogyan viselkednék? Én ezen el szoktam gondolkodni egyébként. Nyilván ez is az a fajta dolog, ami igazából nem érdekli azokat, akik csak nevetni jönnek egy streamre. De hogy azért... Azért érdemes belegondolni, hogy vajon ki az, aki bevállalná. Vagy ki az, aki mondjuk belátná azt, mert egyébként ebben is van igazság, hogy... ez most nagyon furán fog hangozni, így valószínűleg kimondva, de hogy abban is van azért igazság, hogy a biztonság nagyon sok ember számára sokkal többet ér, mint a magánélet. Nem tudom, megvan-e nektek az a kép, ahol öltönyös emberek szednek szét egy házat deszkáról deszkára, és azokból a deszkákból építenek kerítést a ház köré. Ez nagyon jól összefoglalja ezt a kérdéskört. Illetve nyilvánvalóan az is kérdés, hogy szükséges-e ez így? Mert lehetséges, hogy igen. Nem tudjuk feltétlenül. Ennyi. Mindegy. Ez egy nagyon-nagyon összetett kérdéskör. Van nálam egy tojás. Most már nincs nem tojás. Van helyette kő. Nem mintha sokat számítana a dolog. Miért nincs a bal kezembe semmi? Mert miért lenne a bal kezembe se? Nem kell feltétlenül. Egyébként kitakar a képből, és azt nem nagyon szeretem. Többen jelezték, hogy van, akit zavar. Egyébként az, ha a bal kezembe van valami, ezért be szoktam rakni néha, ha nagyon fontos, de csak követ kell eldobálnom, meg egy szem pókhálókat, meg ilyeneket, akkor eldobálom a követ, meg azt az egy szem pókhálót, meg az ilyeneket, mert nem annyira fontos.
a dolog. Szerintem kijelentetjük, hogy eltévedtem. Azt tudom, hogy ott van az, ahol a gyémántot kiszedtük, az eddig oké. Okay. Marvel vs. DC. Én nem ismerem a DC-t eléggé. Amit én ismerek a DC-ből, én azt nem szeretem. De én egyébként nem ismerem eléggé. Tehát én Batman-t nem nagyon szeretem egyébként. Viszont a Marvel-t se ismerem nagyon. Tehát a filmeket, amit ismerek a filmből, azt onnan az annyi. Jó, szerintem itt az ideje elkezdeni egy irányba fúrni egyszerűen. Ebben a magasságban találtunk gyémántot, elkezdünk egy irányba fúrni, és ennyi. Ha találunk valamit, akkor jó. Általában ez így sikerülni szokott. Nem mindig, de általában sikerülni szokott. Hát most sikerül. Mondjuk a fáki az lehetne jobb a bal kezemben, igen, az lehetne. Nem a... Oh, look at that. Erre már voltunk. Nem a bal kezemmel kezem az egeret, csak tükrözően a webkamera. Ez a... Ez nektek bal kéznek tűnik, de ez jobb kéz. Lesz-e hatás, és igen, milyen az amerikai választásoknak? Az a helyzet, hogy én Amerikát nem értem jelenleg. Nem élek kint, úgyhogy ebben nem tudok beleszólni nyilvánvalóan, de én nem értem a két választási lehetőségüket jelenleg. Tehát a két elnök jelöltet, az nekem az teljesen csubakka. Elképzelésem sincs arra, hogy... Hogy tudom és értem, hogy miért van ennyire berögződve ez a két párt, és tudom és értem, hogy nincs gyakorlatilag nagyon más valódi embereket megmozgató erővel rendelkező párt Amerikában, de ez két idióta. Mind a kettő, te jó Isten. Legalábbis amiket nem nagyon jártam utána, Trump az körülbelül kérdésen felülálló van idióta, jó, egyébként senki nem kérdésen felülállóan idióta, mindig lehet vitát indítani arra, hogy miért nem az. Azonban Trump egy idióta, véleményem szerint. És kérdés, hogy Hillary-vel mi van. Tehát, hogy az se százas. De jó ég, az se százas. Este lesz a stream. Ah, nagyon jó, hogy kérdezitek. Nem, ez most úgy néz ki, hogy ez egy ilyen Pulitron stream nélküli hét. Sajnos, ugyanis... lesz egy e-sport meetup, ahol a magyar e-sport helyzetével kapcsolatos dolgokról megy majd a beszélgetés, illetve valószínűleg az előadástartás, mert a beszélgetés ez nyilvánvalóan sokkal bonyolultabb, mint egyszerűen fogni és letolni egy halom ténynek látszó tárgyat emberek torkán. Mindegy, ez most nagyon kritikus volt, nem vagyok ennyire kritikus egyébként, de azért egy picit igen. De szóval lesz egy e-sport találkozó ilyen megbeszélést, tudjátok, azokkal, akik mostanában így dolgozgatnak az e-sporton, az ilyennen azért nekem mégiscsak érdemes megjelennem, mert egy, én is dolgozgatok, kettő, régen is dolgozgattam, három, egy csomó barátom van igazából ebből a társaságból, akik dolgoznak e-sporton. És hát ugye ezt... Ez csak ilyenkor lehet velük találkozni. Szóval ez egy ilyen többszörösen logikus döntés, hogy menjek és találkozzak velük. Úgyhogy ezen leszek este. Bevallom őszintén egyébként, hogy nagyon sokat vaciláltam. Nagyon-nagyon sokat vaciláltam. Nagyon-nagyon sokat vaciláltam, hogy menjek el rá, vagy maradjak streamelni. És... Ó, halljátok? Halljátok? És végeredményében az döntött, hogy megy rá Taurus. Ennyi. Ez az, ami... Most ha például hallanám az irányokat, ez tök jó lenne. Jó, akkor nem. Mondanám, hogy jobb oldalon hallom őket, de az helyzet, hogy csak jobb oldalon hallok.
Ja, a politika részében abban nem akarok annyira belemenni. Egyébként nagyon félek attól, amikor, na mindegy, amikor az első YouTube csatornákat bevonják valamilyen politikai kampányba. Na, attól nagyon félek. Az egy nagyon-nagyon rossz időszak kezdete lesz. Abban az esetben, ha ezt nem intézi kultúráltan az emberek. Az egy nagyon-nagyon rossz időszak kezdete lesz egyébként. Jó, itt halkulnak. Akkor visszajövünk ide. Tervezek a héten val... Oh, hello. Tervezek a héten valami jó streamet. A... vasárnapra igen, azonban meghiúsulhat. Ugyanis a hétvégén lesz szombaton talán egy kis kerti parti. Ilyen Cubecast-es kerti parti. Ahol így a Cubecast-nek a tagjai lesznek így jelen, meg asszonypajtások, meg mindenki, aki, tehát egy ilyesmi kerti parti lesz, szóval a szombat az ilyen, innentől el van ugye kaszálva. Gyakorlatilag vannak még leadandó videóim, még a tesztet se vágtam meg, ezen kívül pedig most érkezett egy nagyon izgi játék, amiben nem stream lesz, abban videó lesz, mert jobban átadható videóban. Szerintem a tartalma maga jobban átadható. Értem, szóval, hogy ebbe futottam volna bele, helyett furtam egy csomót, hogy aztán belefussak ebbe. Mindegy, rendben van. Illetve az a helyzet, hogy ezt nem akarom így nagyon elkiabálni, és valószínűleg sok embernek nem fog semmit mondani a dolog, azonban azoknak, akiknek igen, azoknak elég sok mindent. Szóval lesz nálam a hétvége folyamán egy HoloLens forgatási céllal. Tehát azért, hogy konkrétan videót csináljak róla. Aki esetleg nem tudja, mi a HoloLens, ez a Microsoft Augmented Reality eszköze, ami nem virtuális valóság eszköz, tehát nem egy zárt képernyő, ami szépen elétek vetíti a dolgokat, hanem ez egy kiterjesztett valóság eszköz, ami látjátok a valóságot, és a valóságra reagálva vetíti elétek a dolgokat. Szóval az a lényeg, hogy például egy falra így föl lehet rakni mondjuk egy futóprogramot, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ez egy ilyen, még egyelőre, hogy pontosan mire jó, az egy kérdés. Nyilván mindenkinek vannak teóriái, nekem is lesznek, ez nyilván kiderül a videókkal. HoloLens? Bizony HoloLens, bizony HoloLens. Az igazi... igen, egyébként bátyámon keresztül jutok hozzá ez a HoloLenshez. A HoloLens egyébként azért egy nagyon-nagyon izgi content, ami valószínűleg egyáltalán whatsoever nem fog megjelenni a videó megtekintésébe, ugyanis mindegy. Egyszer majd beszélek arról, hogy miért vagyok nagyon-nagyon kritikus a nézőkkel szemben. Nyilván azért, mert amit néznek, de mindegy. Szóval a HoloLens egy azért nagyon-nagyon izgi tartalom, mert nem nagyon beszerezhető még egyenlőre. Tehát, hogy nem igazán lehet beszerezni. Legjobb tudomásom szerint jelenleg nem megvásárolható egyébként, illetve nem megvásárolható átlag dudék számára. Egyedül amerikai cégeknek, azt hiszem. Tehát, hogy csak is kizárólag amerikai cégek vásárolhatják meg ugye jelenleg ezt az eszközt. Ja, NPC bánya. Jó, visszamegyek, NPC bánya. Rémlik is valami, hogy láttam egy falrönköt, csak nem figyeltem rá igazából. Merre volt? Valahogy erről az oldalról jöttünk le. Ja, visszaugrálunk az NPC bányához. Ebből azért mégiscsak értékes cuccokat lehet kiszedni. Ja, itt a lépcső. Felszedem még ezt a restont. Úgyhogy ez... igen, ez lesz valószínűleg a hétvége programja. Annak ellenére, hogy alapvetően nem kell azért valószínűleg olyan sok idő magának a videónak a felvételéhez, azonban az egésznek a kitalálása az igen. Azon ettől függetlenül szeretnék vasárnapra beidőzíteni egy streamet, mert simán van olyan kontentem, amit tudnék streamelni nektek. Akár ténylegesen az, hogy visszatérünk valamilyen játékhoz, mert az is simán adná. Nagyon-nagyon sok van, amit rendszeresen kértek. Az nagyon jó lenne nagyon hamar feltörni. Nem, ha
Oké, mondjuk ennyire hamar. Igen, pont így gondoltam. Ó, menj innen! Menj innen, te is! Hála az égnek, egyébként nem nagyon vesztek HP-t. Ezt egy adom, ez így rendben van. Valószínűleg ezzel a páncéllal így a hardcore sorozatban is ellettem volna talán. Mennek-e a Galaxy csatornán a Pulitron streamek? Mennek. Mennek, és boldogok vele. Mármint a tévések is. Meg mi is, meg gondolom a srácok is. Mennek, szóval azok mennek rendben. Na, szóval ez megint egy olyan videó, amiről pontosan tudom, hogyha az egész hétvégét nevetős gameplayek felvételével tölteném, amikkel kapcsolatban nagyon sok tervem van egyébként, mert nagyon sok olyan játék van mostanában, vagy nagyon sok ötletem van, ami nevetős gameplaybe fulladna ki végeredményében, hogy akkor az valószínűleg sokkal jobban megérné nézettség szempontjából, és ugye ebből áttételesen akár pénz szempontjából is. Azonban az a helyzet, hogy a HoloLens-es content az szerintem ennél sokkal messze menőkig izgalmasabb. Számomra legalábbis biztosan. Azt, hogy most... Ja, azért remélem, hogy pár embert érdekelni fog, mert ez tényleg egy nagyon izgalmas eszköz, aminek még nagyon messze van véleményem szerint az, hogy konkrétan jó legyen. De... mert jónak jó, csak hogy jó is legyen valamire, inkább ezt mondom. De hogy ezek majd mind kiderülnek abból a videóból. Azon gondolkozom, hogy nagyon lelkesedtek a chaten azzal a Minecraft chesttel kapcsolatban, de nincs benne semmi nagyon értékes. Ezt elviszem. A kenyeret nem, mert azt termelünk nagyon nagy mennyiségben. És az egyetlen dolog, amire használjuk, az már nem fogyasztja. Tehát a falusiak már nem esznek kenyeret. Felháborító. Úristen, vajon mikor jelenik meg az első komment azzal kapcsolatban, hogy a szélták csak ki lehetne venni a spawnereket? Nem lehet kivenni egyébként. Jó, most már valószínűleg nem fog megjelenni. Még ennek ellenére megjelenhet? Vagy lehet, hogy már meg is jelent, csak ez egy nagyon-nagyon gáz csata itt. Halljál már meg, könyörgöm! Hogy ezért? Nem is értettem, mi a rák történik itt. Pókhálóban állok? Ja, abban. Úgyhogy ja, azt nagyon-nagyon várom, azt nagyon-nagyon várom. Azt nem is tudom, ezt még nem beszéltük le pontosan a részleteit, hogy mikor kerül hozzám. Pénteken jó lenne, Benyó. Az már holnap van. Azért az elég király lenne. Az azért elég király lenne. Beszélek majd az illetékesekkel. Tervezünk egy társas játékos streamet? Én bevallom őszintén nem, viszont vettem részt projektben más csatornára, társas játékos projektben. Azt nem tudom, hogy ez mikor kerül ki. Szóval más igen. Én mostanában nem lesz rá időm sajnos, pedig én... Az is olyan dolog, amit tökre szeretek. Az a baj, hogy ezek ilyen nagyon réteg tartalmak. Tehát vannak külföldön társas játékos csatornák, amik ebből tartják el magukat. Ja, ugye azok nyilván azért tehetik meg, mert nagyon-nagyon nézőbázis. Magyarországon ugye nagyon-nagyon szűk, kicsit sünisen nézek ki, nagyon-nagyon szűk az ilyen jellegű dolgoknak a nézőbázisa, ami nyilván azért problémás egy picit, mert ilyen nagyon szomorú számokat produkál, annak ellenére, hogy ez egy tök izgalmas dolog, de ilyen nagyon-nagyon kevesen. Tényleg egyébként én tökre azt vettem észre, hogy nekem volt társasjátékos sorozatom, és tökre azt vettem észre, hogy én nagyon élveztem, volt egy rétege, akik nagyon-nagyon szerették, tehát volt tényleg egy rajongó tábor annak a társas streamnek, amit nagyon sokan nagyon-nagyon szerettek. Nem. Szóval volt egy rétege, akik nagyon szerették a társas streamet, a nagyon sokan nem tudom, hogy került bele a mondatba, valószínűleg csak töltőszó. Azonban nagyon kevesen nézték ahhoz képest, hogy mennyi erőbefektetés volt, vagy mondjuk mennyi pénzbefektetés lett volna fejleszteni. Mert hogy ugye nyilván előttem lebegett az is, hogy ezt lehetne fejleszteni, mert a társas streamek azok azért hardware igényes cuccok. Tehát társas streamen ez azért para, mert kell egy kamera föntre, kéne két kamera szemből, ezeket nem viszem el, ezek nem érnek annyit, viszont a síneket elviszem. Szóval kéne egy kamera szemből, egy kamera föntről, ugye azért, illetve még egy kamera vágóképnek gyakorlatilag, független attól, hogy ezt streameljük-e vagy videóba kerül.
Ha streameljük, akkor ez ugye technikailag egy fokkal még nehezebb, mert mindegyikhez kell egy capture kártya gyakorlatilag, hogy befidelhessük a jelet a streambe. Tehát, hogy tudom, hogy vannak akik konkrétan nagyon-nagyon szerették a társasos streameket, én is köztetek vagyok egyébként, én is nagyon-nagyon szerettem a társasos streameket. De... hát ez nagyon nagy macera, meg nagyon nagy szervezés, mert nagyon sok embert igényel. És ez nem azt jelenti, hogy ne tudnám megoldani, meg tudnám oldani. De tényleg meg tudnám oldani. Ha lenne nálam fa, ami nincs, akkor elkezdhetném stackelni a dolgokat. De van egy egész vasút. Úgyhogy mindjárt lesz nálam fa. Kedden Starbucks előtt lehet, hogy engem láttál az arénában. Abban az esetben, ha kedden este, és a Starbucks előtt nem azt érted, hogy valami közöm volt a Starbuckshoz, hanem csak elmentem előtte, akkor igen, mert az arénában járunk moziba. Én azt a mozit szeretem egyedül. Én ilyen válogatós srác vagyok. Nem tudom, valamiért én az arénát szeretem a legjobban. Illetve azt szeretem kinda egyedül. Azt tudom, hogy mondjuk a mamut, ami most már bezárt, hogy ezt miért nem kedveltem annyira. Ott egyszer voltunk egy filmben, ahol be volt ázva konkrétan a vászon. Na, az elég fun volt. De tényleg, tehát, hogy így keresztbe volt egy ilyen vízcsík a vászon. Az egy nagyon szép teljesítmény volt. A West Endben talán egyszer rossz volt a nachos íze. Vagy legalábbis nekem nem ízlett. Tehát nem úgy volt rossz, hogy te jó Isten, romlott volt a nachos vagy ilyesmi, hanem nem ízlett konkrétan. És... és nagyjából ennyi. Azok a mozik, amiket így rendszeresen kipróbálgattam. Voltunk most valahol ott a Bakcsomópont környékén, ez nem tudom, hogy az milyen plázában van, az se volt annyira jó, az mert ilyen tök régi volt sajnos. Úgyhogy ott meg is szakadt volt a szőnyeg, meg ilyenek. Az arena meg így jó. Mert én értitek. Finom a nachos, meg van IMAX. Hogy állok a fehér táblán lévő tervekkel? Az a helyzet, hogy mindent finiseltem rajta, ami nem, tehát ami egyszeri játék. Le is töröltem most egy csomó mindent. A visszatérős játékokat nem finiseltem rajta, viszont nem update-eltem a táblát. Tehát, hogy azóta van más játék nálam. Ami szomorú egyébként, update-elni kellett volna. De nem tettem még meg. Igen, neki kell állni és update-elni kell, illetve neki kell állni és a visszatérő játékokat is el kell kezdeni valamilyen formában csinálni. Ez lehet videó is egyébként, mert nem fog, tehát ennyit nem tudok streamálni sajnos. Annak ellenére, hogy én egyébként jobban élvezem azt, hogy így közvetlenül tudunk kommunikálni, mert azt valószínűleg, ja, még volt egy szekresztónom, igen. Azt valószínűleg észrevettétek, hogy én aztán végig tudok beszélni. Végig tudok beszélni dolgokat, hogyha kell. Ó, és akkor ebből van még egy. Tehát, hogyha esetleg úgy alakul valami miatt, hogy beszélnem kell sokáig, akkor azt valószínűleg meg fogom tudni oldani abban az esetben is, ha van chat, akkor is, ha nem. Csak... a lapist is lehet stackelni? A lapist is lehet stackelni. A fejhallgatom nem Bluetooth. Ez nem egy Bluetooth fejhallgató. Van egy kis receiver, egy ilyen kis adóvevője és csapatja. Milyen gépen van? Fekete. A nagy számítógépem, amit használok videózásra általában, az egy harmadik generációs i7, azt fejleszteni kéne már. 3770 talán? Nem, 7... Mert csak kírja a procit? Kírja! 3770K! A processzorom van, 16 giga RAM-om, egy Nvidia GTX 980 Ti-om, ezt nem feltétlenül tervezem jelenleg most fejleszteni, inkább a proci az, amire most le kéne gyúrni, csak ez a baj, hogy nincs sokkal jobb. Emellett van egy 2 terás vinyó benne, ami 7200 RPM-en pörög. Ne kérdezz a márkáját, mert nem fogom tudni megmondani. Illetve... van benne egy Samsung 500 gigás SSD. Ami pedig ilyen Samsung SSD írás és olvasási sebességgel rendelkezik, amit nem tudok átadni sajnos, hogy pontosan mennyi. Azon gondolkozom, hogy mi lehet még releváns a gépemben, a processzoron vízhűtés van, mert nagyon-nagyon... Én az helyzet, hogy innentől már valószínűleg, hogyha anyagilag megteltem, akkor mindig a
mindig zárt láncú vízhűtést fogok választani a processzoromra, márka függetlenül egyébként, mert kisebb, és jobb, és csendesebb. Illetve ezen kívül egy hangszigetelt házba van ez az egész gép beépítve, ennyi. És van egy 750-es tápom még mellette, azt hiszem. Vagy 800, 750 talán. A Pécsi Plate-ről már beszéltem, arra most nem szeretnék külön, de én élveztem amúgy. Tudom, azt mondja, hogy Pajtás kedvenc színét, az állítja, hogy nem. De szerintem ő sem. Azt tudom, hogy milyen színeket választanék, ha vennék neki valamit. De hogy ez, hogy miért kedvenc színe? A kedvenc virágát tudom. Ha ez számít. Ez a saját kedvenc színemet se tudom. Nem, hogy az övéz. Melyik a jobb, a laptop vagy a számítógép? Mire használod? Hát, ez nem egy ennyire egyszerű kérdés. Tehát nekem a videózásra úgy, hogy én nem utazok nagyon sokat, meg igazából nem is szeretek annyira utazni. De szeretek utazni, csak nem úgy, mint mondjuk Greg. Aki valamiért ebben a streamben már másodszorra kerül elő. Emiatt nekem azt, én a számítógépet jobban szeretem, azonban van mellette egy laptopom, ami egyébként szintén elég erős, mondjuk abban SSD-t kell vennem. A laptopból egyébként valószínűleg ki fogom dobni a vinyót, mert tönkrement. Hát ez történik igazából, hogyha megfelelő lelkesedéssel, megfelelő számban dobtok hasas bicikliről a laptoppal a hátatokon. Tehát hogyha megfelelő gyakorisággal estek el, akkor előbb-utóbb meg fog halni a vinyótok. Az enyém ezt nyilván megtette. Mondanom se kell, úgyhogy ebben egy SSD-t kell beraknom majd valószínűleg, és akkor szerintem még évekig egy jó gép lesz. Ezerszer háromszor hármas folyosó. Az a helyzet, hogy valószínűleg azt az X1000 blokkot, amit mondasz, azt nem egy videóban, vagy nem egy livestreamben fúrtad ki. Ez valószínűleg nagyban módosítja a dolgokat. Mi az, hogy nem érdekel? Gunpowder, abból aztán nagyon sok van. Ez általában nagyban módosítja azt, hogy mi számít soknak és mi nem. Na, egyébként még az a helyzet, hogy amúgy van még a hét, nem feltétlenül a hétre, de hogy szeretnék még egy mozifilmet megnézni most nagyon, ami pedig nem más, mint a Nerve. Idegpálya, azt hiszem, az a magyar címe. Én egyébként nem vagyok egy ekkora filmrajongó, amúgy. Nagyon szeretem a filmeket, és én nagyon szeretek moziba járni. És el is megyek, hogyha olyan film van, amit úgy vélek, hogy szeretnék megnézni. De nem vagyok olyan filmrajongó, hogy egy héten többször menjek moziba. Azonban most igen, mert hogy ez az Idegpálya című film is nagyon érdekel. Ez egy ilyen... Hello. Szap. Szóval ez... ez is egy izgalmas film. Minek fonál, ha úgyis termeled? Egyébként ebben igazad van. Meg nem is nagyon használom semmire. Azért ez is benne van a dologban. Aranyunk egyébként nincs nagyon sok. És hogyha valóban vasúti hálózatot akarunk építeni, mert pedig miért ne akarnánk vasúti hálózatot építeni, akkor ahhoz kell majd arany, mert hogy oda booster sínek kellenek. Jó, helyes, az aranyat adom. Az aranyat adom, az jó lesz. Mit gondolok a Steam új buta értékelési rendszerre, az helyzet, nem tudok róla semmit. Mármint, ez most ilyen nagyon furán fog hangozni, de semmit nem tudok róla. Ugyanis nem olvastam utána, tehát amikor láttam a cikkeket, láttam így a főcímeket, hogy a Steamnek új rendszere van, mit tudom én, akkor nem foglalkoztam vele. És azóta se. Mármint, hogy most meg már azt hiszem vissza is vonták, tehát hogy most már nincs is, talán ez az új rendszer. Uh,
Egyébként érkezett egy ilyen kérdés, hogyha folyamatosan szenet bányászok, akkor gyógyítja az XP olyan gyorsan csekkenyt, hogy nem fog eltörni. Jelenleg ezért szedem ki a szenet egyébként, ezért is szedek szenet nagyon sokat, mert meg akarom nézni, hogy mennyire tartja életben a csákányt. Ott van gyémánt. Meg akarom nézni, hogy mennyire tartja életben a csákányt, konkrétan az, hogy bányászok. Ez baj. Annyira nem szeretnék beleesni. Reménykedjünk abban, hogy ez a tó nem kifele terjed. Ez a tó nem kifele terjed, rendben van. És akkor itt van a gyémánt, ezt kéne valahogy úgy megszerezni, hogy közben ne gyújtsuk fel a mindent. Nem igazából csak a gyémántot ne gyújtsuk fel, bármi mást felgyújthatunk. Igen, most a hét sajnos kimarad a pulitron a streamekből, azonban ezt majd, ha nem is feltétlenül pótolni, de mindenféleképpen vissza fogok rázódni, egyszerűen így jött ki a hét. Tehát kedden mentünk moziba, ami egy ilyen... Most épp gyakori, de egyébként, mint említettem, viszonylag ritka, mondjuk azért ez nem igaz, mert mondjuk azért havonta járunk moziba, de mondjuk annál sokkal gyakrabban nem nagyon szoktunk. És csak akkor megyünk moziba, ha van valami jó film. Tehát olyan nincs, hogy jó, menjünk el moziba, és akkor ott eldöntjük, hogy mit nézünk, és hogy mindenféleképpen nézünk valamit. Tehát, hogy mi olyat nem csinálunk. Olyat igen, hogyha valami film van. Szóval gondolkozom, hogy ezt kéne csinálni egyébként, hogy elmenni holnap este. Hát akkor kiesik még egy stream. Akkor nem este. Elmenni holnap nem este moziba. Általában egyébként ilyen nagyon késő, vagy nagyon késő este elmenni moziba. Általában ilyen nagyon késő este járunk moziba egyébként. Tehát, hogy mivel akkor voltak egy időben, most már nem tudom, hogy mikor vannak, most aztán követni sem tudom a dolgot. Akkor voltak általában az eredeti nyelvű feliratos filmek, ezért mi így este jártunk moziba. Nézzétek! Gyémánt! Jó, kettő. Nagy erre pattanjál nekem. Sőt, tudjátok mit? Így valószínűleg nem fog erre pattanni. Mi se fogunk kimenni nagyon, de nem fog erre pattanni. Ez jó, és akkor itt is lefalazom egy picit. Így. Jó, én ezt secure-nak tekintem. Valószínűleg így nem fog egy le, és így azonnal bepattanna. Ugye kettő gyémántunk volt. Most ez egy egész jó hozam volt egyébként. Úgyhogy most már 18 van! Yay! A szívésdi helyt engem nézel, nagyon szépen köszönöm. Az a helyzet, hogy a streamem előtt én is szívésdit néztem. Én nem szeretem szívésdinek a streamjeit annyira, videóban összevágva viccesebb. De egyetől függetlenül nézem rendszeresen a streamjeit. Szívésdi egy hatalmas forma. Elképesztően lazán csinálja az egészet egyébként. Elképesztően szarik is bele amúgy valószínűleg a rendszerességben, meg az ilyenekben. Tehát, hogy ő aztán tényleg úgy csinálja, hogy amikor épp kedve van, akkor csinálja, amikor épp nincs, akkor így nem csinálja, amikor épp van pénze, akkor így nem csinálja, amikor nincs, akkor csinálja. Tehát hogy azért ez így nagyon sok mindenben ilyen nagyon lezseras rász, de egy ilyen tök jó stílusa van. Ami meg tök jó, nem nagyon görcsöl rá arra, hogy mi történik igazából. Nyilván az is kérdés, hogy meddig lehet egyetlen egy vagy egy ilyen nagyon limitált hero poolra és egyetlen egy játékra építeni mondjuk egy streamer karrier, de egyelőre úgy tűnik, hogy sokáig. Neki tényleg elég limitált a hero poolja. Ő általában olyan dolgokkal játszik, amik viccesek, és ez tök jó, ezt nagyon adom. Alapvetően amiben viszont biztos vagyok az, hogy vicces dolgokkal játszál csak, ahhoz így nagyon ügyesnek kell lenned. És ő azért elég ügyes, de nem nagyon. Tehát úgy értem, hogy nem is az, hogy nem ügyes nagyon, mert eléggé ügyes, mondjuk mostanában keveset játszik, ez biztos meg fog látszódni. De hogy nem érdeklik dolgok, amiknek kéne érdekelni ahhoz, hogy mondjuk ez igazán jó legyen. De mondjuk, ha meg igazán érdekelnék dolgok, akkor meg igazából nem menne bele ilyen helyzetekbe, szóval ez egy ilyen kettős dolog. Nem tudom én, a farmi az mindig ilyen végtelen borzalmas, mert tökre nem érdekli a farm. És mindig azzal viccelődik, hogy ő embereket farmol, ami ugye az esetek többségében igaz, de az esetek bizonyos részében meg nem. Na mindegy, ez megint egy nagyon izgalmas téma lenne. Minecraft vagy Sims? Az a helyzet, hogy se kérdőjel nincs a végén, se semmi. Ez így egy kicsit ilyen légből ide szakadt dolog.
Steve LeBlancjáról van ez szó. Ma például, amikor én néztem a játékot, akkor épp Katarinával játszott, nem LeBlancal. De amúgy igen, Steve. Steve-nek a dolgairól van szó. Gyakorlatilag bármi, amit játszik, az biztos, hogy vicces lesz. Tehát az majdnem biztos, hogy inkább a humorfaktort tekinti szemmel, tartja szem előtt, nem pedig a bármi mást. Mit gondolok Zsozéról? Az a helyzet, hogy nem feltétlenül értem, hogy miért számít embereknek az, hogy emberek mit gondolnak emberekről. Mert mint hogy nyilvánvalóan neked van egy kialakult véleményed Zsozéról. Akkor az így, érted? Tehát, hogy az így nem tudom, hogy ebben mit számít igazából az én véleményem. Egyébként, mivel elkezdtem a dolgot, nyilván be is kell fejezni, én személy szerint Zsozét, mint ember, nagyon-nagyon kedvelem. Nem az a fajta non-stop együtt sörözünk, vagy valaha együtt sörözünk faj, ezt nem viszem haza. Tehát nem az a fajta kedvelésről van szó, de ugye mi együtt dolgozunk a Pulitronban. És mint magánember nagyon szeretem, azt ahogyan videózik, azt nem annyira. Viszont ez az ő stílusa, tehát nézni nem annyira. Egyébként. Tehát, hogy nagyjából ez azt hiszem ez válasz. Ezt kiütöm innen, mert úgyse rakok ide XP farmot, viszont cserébe ad egy csomó XP-t. Jó Isten, lejöttem 44 szinttel a bányába. Ez most realizálódott bennem, hogy ez nem a világ legjobb ötlete. Fel kéne vinni ezt a musztont. Fel kéne ezt vinni? Nem kéne felvinni. A lovat fel kéne vinni? Nem kéne felvinni. Gyémánt blokként szedem ki a gyémánt blokkot. Nem, szerintem nem tudod bebagoltatni. Azt hiszem arra figyeltek, hogy ez balanszba maradjon. Nem tudom, hogy arra gondolsz, hogy leraksz egy gyémánt blokkot, kiszeded Silk Touch-sal, vagy kiszeded. Nem kiszedett, nem erre gondolsz, akkor széltácsot írtál. Akkor nem arra gondolsz, amire gondoltam. Én arra gondoltam, hogy ugye kérdezték pár, hogy meg lehet azt csinálni, hogy leraksz egy gyémánt blokkot, és kiszeded azzal, ami ezen van, a Fortune-nel, és akkor több gyémántod lesz, de nem lesz több gyémántod. Pedig az elég király lenne, csak állnánk a szobában és gyémántot gyártanánk. José streamel a Pulitronba, guys, egyébként. Lapis még nem kraftoltam egybe, vagy összekraftoltam? Nem, most már csak kettő lapis van, összekraftoltam már a lapist, úgyhogy ez a komment ez már elévült, csak az valamiért most láttam meg, vagy nem tudom. Most került be a rendszerbe. Így van, tehát a gyémánt blokk, ha kiütöd, akkor az gyémánt blokkot dob, és így ennyi. Nem, ott nem lehet sajnos nagyon varázsolgatni ezzel a dologgal. Szed, de ez van. Nem csinálok majd falusi szelektálót? Van egy elég fejlett falusi boltunk, amiben így pretty lehet szelektálni a falusiakat. Nem tudom, hogy mire gondolsz ez alatt a kérdés alatt, mármint hogy az annál így sokkal jobb nem kell, sokkal jobb dolog. Mennyit keresnek a Pulitron a streamerek? Többet, mint a minimálbér, és arra vannak bejelentve. Nem minimálbérre, hanem arra, amit keresnek. Hú, ez nem úgy hangzott, ahogy akartam. Szóval többet keresnek, mint a minimálbér, és arra vannak bejelentve, amit keresnek. Ennyi a lényeg igazából. Amúgy nem tartozik az emberekre, hogy ki mennyit keres. Már itt is senkinek nem kérdezed meg amúgy, hogy mennyit keres, csak ha ilyen jó barátod, meg ilyen jó, akkor nyilván, ha elmegy a legjobb barátod egy állásinterjúra, akkor nyilván így, na és mennyit kapsz, meg mit tudom én, de hogy az nem az a helyzet, hogy számodra igazából relatíve idegen emberek egy relatíve idegen munkakörben mennyit kapnak. Mikor lesz story mód? Nagyon jó kérdés, amint ráveszem magam, de teljesen őszinte akarnék lenni, valószínűleg soká. Itt eltévedt. De itt végig kéne menni ezen az oldalán. Hát, ha van valami.
A nem egyébként jövő hétre biztosan, ennek a hétnek az elején akartam felvenni, nem sikerült, a hétvégén biztos, hogy nem veszem föl, sokkal értékesebb dolgok lesznek, amivel foglalkozhatok, úgyhogy most biztos nem, de jövő hét elején megpróbálom felvenni. Megpróbálom felvenni, mert mégiscsak ez az utolsó, ha már az eddigiek fenn vannak, akkor kicsit most össze kell szednem ma... Szép volt, Viktor! Viszont olyan brutális páncélom van, hogy igazából mindegy, amúgy. Akinek tetszenek a Minecraft rendszer. Na ez például tök cool. Ez tök cool. Én szeretek ilyen rendszerekkel ügyködni egyébként. Általában a gameplayek nem erről szólnak, amúgy. Igazából a hardcore-ra is ott vesztettem el amúgy a lehetőségeimet, amikor elkezdtem inkább azzal foglalkozni, mit akarnak a nézők. Ami valahol fura, mert igazából azzal kéne foglalkozni, mit akarnak a nézők, mert nyilván akkor lesz, tudjátok, nézettség, meg ilyenek. De hogy a hardcore-ban is kialakíthattunk volna egy ennyire biztos dolgot, mint például itt, hogy beesek a... Valószínűleg nagyon drága lett volna, de mint például itt, hogy beesek a lávába, és akkor azt mondom rá, hogy jaj. És még csak el se kell lőnöm a potit, ami nálam van. Mert hogy simán van időm kimászni. Nem is tudom igazából, hogy fogalmazzam meg. Más generáció vagyok, mint ezek a srácok. Ez biztos. Ez nem baj. Itt nem csak a streamerekre gondolok, meg videósokra, de tőlük is. Igazán nézzük, egy jelentős részénél már más generáció vagyok. Nem feltétlenül nekik szeretnék kedvezni. Akik ugye a legtöbben vannak. És egyébként bevallom őszintén, hogy én nem is lennék már soha, amúgy. Tehát, hogy az teljesen egyértelmű, hogy már nem is lennék soha, de hogy én nem is akarok már feltétlenül a legnagyobb csatorna lenni. Akkor, amikor a tartalomgyártás olyan rendszerű volt, ami nekem adta, meg elfogadta, meg amikor, értitek, itt volt ennek az ideje, akkor ennyi volt a legnagyobb magyar YouTube csatorna. Én nem feltétlenül szeretném ezt újra, amúgy. Azt nyilván jó, szeretném, ha nőne. Azért nyilván álmodozok néha arról, hogy ebből éljek, meg ilyenek. De hogyha nem feltétlenül jön ez lesz, az se baj amúgy. Mert mint mindaddig, ameddig nem halok éhen. Mivel ez jelenleg nem fenyeget, emiatt nyilván azt mondom, hogy ez nem baj. De hogy ezek egyszerűen beláthatóak, hogy ugye simán egy csomó tartalmi rendszer változik, egy csomó dolog változik, változnak a fogyasztási szokások, változnak a videók is. Nagyjából ennyi egyébként. Úgyhogy ez így szerintem ez így rendben is van egyébként, mert ennek a... Tehát a YouTube-nek mint felületnek fejlődnie kell, és ez pedig a fejlődés, ez pedig változás mindig. Ugyanúgy, hogy mindig aki... Jément. Meg egy csontváz, aki a láva felé lögdös, én élvesző, nyilván. Szeretek vesztett helyzetből csatát indítani. Nyilván egyébként ez egy tény, amit így tényként is kell kezelni, és minden videósnak tényként kell kezelni, ez ilyen, nem ilyen intelem. De hogy én azért mondjuk elég régóta csinálom már, azért már megéltem ezt azt hullámok tekintetében, divat hullámok, meg ilyenek tekintetében, hogy minden stílus egyszer elkopik, és lejár, és az ember alapvetően sokkal nehezebben vált stílus, mint mondjuk egy tévécsatorna. Tehát mondjuk egy tévécsatorna sokkal könnyebben megfiatalítható, mint egy személyi kultuszra alapuló YouTube csatornás dolog, és erre minden csatornának fel kell készülnie. És ezt észben kell tartania. Most képzeljétek el egy 40 éves emberkét, aki mit tudom én mondjuk egyetem után, vagy gimnázium utántól már YouTube-ozott, és mondjuk folyamatosan YouTube-ozott, és abból élt, és abból tartotta el magát. Biztos, hogy konszolidálódni fog a tartalma előbb vagy utóbb. Most képzeljétek el egy 40 éves embert, aki zöld színű hajjal ugrálva. Valóban nem fogok éhen halni, nem azért, mert támogattok, hanem azért, mert nem nagyon veszélyeztet az, hogy éhen halljak. Hála az égnek azért ahhoz sok kell. Na jó, ez igazából egyáltalán nem igaz. Mert semmi sem biztos, de mindegy. Szóval... hogy egy idő után egyszerűen megváltozik az ember, és hogy például már nem is, tehát egy adott stílus egy bizonyos kor után már nem is illeszthető. Tehát ha valaki mondjuk végig gémelte a teljes fiatalságát, mint mondjuk én. Tehát én azért a teljes
Hát a tínédzser, nem azt nem tínédzser, tehát a fiatal felnőtt korom teljes részét azzal töltöttem, hogy játékokkal foglalkoztam. Innentől kezdve mostanra már egyszerűen nem lenne hiteles, hogyha nem akarnék többet a játékokról mondani, mint azt, hogy Creeper, vaj le meg, ha úristen! Értitek? Tehát egyszerűen nem lenne hiteles. És annak ellenére, hogy én egyébként személy szerint nem hiszek a tesztekbe, amit már egyszer egyébként többször hangoztattam, valamilyen szinten nyilvánvalóan megvan már rá lehetőségem, hogy kifejtsem a véleményemet játékokról, egyszerűen csak azért, mert annyit láttam már, mint égen a csillag. De jó, tehát nem arról van szó, hogy izé, hogy én nekem van valami papírom, amit így kiállított az állam, hogy gyerek hitelesített, beszélhet YouTube tartalmakról, mert nem erről van szó. Hanem arra, hogy ez egyszerűen egy idő után kialakul az emberben, hogyha elég sok játékot lát, akkor elkezdi összehasonlítgatni ezeket a játékokat, ami abban az esetben, ha nem lát nagyon sok játékot, akkor dobozolás, ha pedig nagyon sok játékot, és egyébként közben még mondjuk egy ilyen nyitott gondolkodása is van, mint mondjuk egyébként nekem azért eléggé, akkor nem kezdi el dobozokba préselgetni a játékokat akarva akaratlanul, ami mindig nagyon pozitív, mert arra tudunk tovább menni, de arra nem akarok. Itt van még valami, amerre mehetünk? És akkor innentől kezdve meg már egyszerűen gyakorlatilag időpazarlás is lenne, csak végig röhögni egy videót mondjuk. Annak ellenére, hogy néha végig kell röhögni egy videót. És néha jól esik. Értitek? Egyébként én is azon gondolkozom, hogy lassacskán elindulhatnánk fel. Nem... Akkor halljunk meg itt. Lassacskán elindulhatnánk fel. Nem, ez lesz egyébként valószínűleg a világ leghosszabb streamje. Vagy legalábbis nálam a világ leghosszabb streamje. De szerintem lassacskán elindulok fel, és akkor legalább nem vesztem el a mindenemet. Nem szedtünk össze egyébként nagyon-nagyon sok diamondot, de igazából bőven eleget ahhoz, hogy viszonylag elégedettek lehessünk a bányászatunkkal. Ki tudom-e rakni a Rubik kockát ki? Ki, de nem gyorsan. Mostanra már sem is nem gyorsan. Egyébként kiraktam a Pécsi Playten, valaki a kezembe nyomott egy Rubik kockát, és ezt kiraktam. Mondom, nem, tényleg nem gyorsan, nem is ilyen nagyon-nagyon lassan, tehát azért mit tudom én, nem itt 20 év alatt. De igen, kiraktam. Ki is tudom rakni, mondjuk én régen nagyon sokat foglalkoztam ezzel. 6-os, 7-es korom, vagy nagyon sokat Rubik kockáztam. Na, akkoriban nagyon sokat Rubik kockáztunk Mátéval. Máté talán még mindig csinálja, meg neki talán még mindig megvannak a kockái. Azt mondom, hogy nekem volt egy 5x5-ösöm, amit neki adtam, mert megvettem az 5x5-ös Rubik kockát, és ahogy játszottam vele, ilyen 20 perc után lejött majdnem az összes matica róla. Vagy elkezdtek lejönni, és nagyon-nagyon zavart, és nagyon-nagyon idegesített, úgyhogy nem tudtam vele játszani. Mert egyszerűen felidegesített az, hogy lejönnek a maticák. Nem az, hogy teszem, azt nem tudom kirakni, mert az egyébként nagyon izgalmas volt azon mondjuk kirakni már egy oldalt is, nem az egész kockát feltétlenül. Ez még egy következő lépés lett volna, egy oldalt kirakni is nagyon izgi volt. Úgyhogy én még egyenlően el voltam azzal. Esetleg két szem közt itt. Azok is elég izgik. Mennyi ideje ismerem Mátét? Hát elsős korunk óta ismerjük egymást. Általános iskola elsős korunk óta ismerjük egymást. Szóval kijelenthetjük, hogy egy ideje ismerjük már Mátéval egymást. És még mindig ugyanúgy tudunk egyébként beszélgetni, annyira király. Uncsi. Ez szomorú. Akkor ne nézd, gondolom. I guess. Milyen metódussal rakom ki, nem tudom mi a neve, már. De kirakok egy oldalt, utána kirakom ugye nyilván az éleket, ahhoz az oldalhoz illeszkedőnek. Utána kirakom a T-t, tehát minden, mert ez az oldalak gyakorlatilag, tehát amikor kirakom a T-ket minden oldalon. Utána ugye felrakom szépen az a T, ami így kialakult. Aki egyébként vágja a Rubikoszka kirakását, ez valószínűleg az alapján érteni fogja, annak ellenére, hogy nem ez a legprofesszionálisabb elmagyarázás annak, hogy milyen metódussal rakom ki. Kirakom azt a T-t, utána a legalsó sort beigazítom, utána pedig a legalján a
az élek után a sarkokat. Igen, igen, igen. Tehát ugye akkor a legalján élek és aztán sarkok. Ebben a sorrendben rakom szépen ki. Nem a versenytechnika, az nagyon király lenne megtanulni azt az igazán gyorsat, amikor nem... Tehát amikor úgy rakja ki az ember a Rubik kockát, hogy nem szedi szét, amit addig összerakott. Crafting table-t ott hagytam a sarokba, ez nem feltétlenül baj, mert megyünk már úgyis ki. Szóval igazából már mindegy, már furok kifele. Nem hiszem, hogy baj lesz abból, hogy kint hagytam a crafting table-t. Egyébként valószínűleg nem vagyok nagyon-nagyon messze, és amúgy lehet, hogy tényleg azért nem működik jól a Monster Trap, mert ténylegesen elvesztette úgymond a kivilágítottságát ez a barlangrendszer itt alatta. Ami igazából egy nem nagyon nehezen javítható dolog, szóval valószínűleg egyszerűen kimegyünk, azt kivilágítjuk. Nyilván én tökre szeretném, ha ez lehetne valahogy egy automata rendszerrel, tehát mit tudom én, valami ellátni fáklyákkal, valami falusiakat, akik fáklyázzák a különböző barlangokat, de sem nem lehet. Oh, hello! Tökre szerettem volna, ha azonnal az arcomba robbansz, amint feljövök. Na nézzük meg, hol vagyunk. A torony alapján valószínűleg viszonylag könnyen be lehet határolni, hogy hol vagyunk, annak ellenére, hogy nem látok rá a toronyra. De tudom, hol vagyunk. Tudom, hol vagyunk, közelebb vagyunk már majdnem az XP farmhoz, mint a bázishoz, de ez igazából nem baj, mert hogy most éppen felfedezünk meg dolgok, szóval. Mekkora lehetőség rejlik egy mobilos e-sportjátékba? Nagyon-nagyon nagy. Tehát egy jól megcsinált mobilos e-sportjátékba elképesztően nagy potenciál van szerintem. Szerintem előbb vagy utóbb az lesz a következő lépés, ami mind az e-sportnak, mind pedig a játékiparnak meg kell tennie. Ugye a Clash Royale az már egy próbálkozás volt, ez nem tudom, hogy az e-sport érában mennyire képviselteti magát, az abban már volt taktika, abban már volt, de abban még volt grindolás, tehát hogy, de egy mobilos e-sport játék az nagyon nagyot tudna szakítani. A mobilos free-to-play modellet, tehát a gemek vásárlásával. Az a kérdés, hogy mire kell költeni ezeket a gemeket. Na, valami minimálbéres komment eltűnt, amit el akartam olvasni, pedig volt mögött egy smiley. Na mindegy. Határozok az helyzet a csillagok állásából. Ez a Minecraftban szerintetek lehetséges amúgy? Mármint gondolom, hogy ez csak egy... Ez csak egy rajzolt fáj, szóval hogy ez így egy kép gyakorlatilag fölöttünk, tehát elméletileg mindig ugyanott kéne lenni a csillagoknak. Viszont az a baj, hogy a csillagoknak nincsen semmilyen kapcsolata a talajhoz képest, úgyhogy végeredményben valószínűleg a helyzetünket nem, de az irányokat meg lehetne határozni a csillagok állása alapján. Eddig jó? Az ott egy teljes láncérben lévő csontváz, vagy csak úgy néz ki? Sniper duel. Kaptam achievementet. Valamiért. Gondolom, mert nagyon messziről megöltem egy skeletont. Vagy nem tudom, mert megpróbált visszalőni rám, vagy én nem is tudom igazából. Nem, ilyen messziről még nem lőnek a skeletonok. A free to play és a pay to win az nagyon-nagyon különbözik egymástól. Ha valaki akar csinálni egy mobilos e-sport játékot, az nyilvánvalóan logikus módon nem lehet pay to win. Mármint értitek? Tehát ez nem lehet. Azért ezek között nagyon-nagyon-nagyon komoly különbségek vannak. Én ezt egyébként tökre nem szeretem, hogy egy csomóan az összes free-to-play-t ezt így egy tolvonással pay-to-win-nek könyvelik el. Pedig egyébként a LOL egyébként az egyik legerősebb példa arra, hogy hogyan lehet, hogyan lehet ezt jól megépíteni, meg hogyan lehet ezt jól felépíteni, hogy ne legyen attól még pay-to-win, mert free-to-play. Vannak ilyen japán MMO-k, vagy nem tudom, japán, ilyen ázsiai MMO-k, amik aztán tényleg azok, meg mit tudom én. MMO-ban nem is tudom egyébként, hogy lehet a free-to-play vonalat megfelelően beépíteni, úgyhogy az ténylegesen megfelelő mennyiségű pénzt termeljen. Így nyilvánvalóan ez a fontos mindig, hogy mi az, amit kapunk a pénzünkért. Kivetted a gyémántot szilektáccsal, ércként hagyod meg.
hogy kicseréljem a... Igen, oké, megvan a kérdés. Szóval ez a kérdés, hogy abban az esetben, ha szirtecse a gyémántot veszek ki, akkor át lehet-e alakítani úgy a kőfarmomat, hogy az... az gyémántot. Nem tudom, ki írta a falusi szelektálót, de hát értitek, szóval értitek. Itt vannak a helyi erők. Ők itt a falusiaink. Szóval... át lehet-e úgy alakítani, hogy az gyémántot termeljen akkora mennyiségben, mint követ? A válasz egyértelmű az, hogy nem. Ugyanis nem blokk bagoltatással működik a kőfarmom. Tehát a fönti kőfarm az nem blokkokat bagoltat. Hol a minecart? Itt a minecart. Miért abban az irányba megy? Nem mindegy. Ez nem blokkokat bagoltat konkrétan. Valakit meglőtt a hóember. Hanem lávát és vizet enged össze. Tehát itt nem blokkbagoltatásról van szó, egyáltalán nem glitcheltetésről. Ezt most nem ütöm ki igazából, tehát teljesen felségesen jöttem föl. Meg akarom mutatni. Tehát hallod a sziszenést? Tehát láva és víz ér össze. Abban az esetben lehet smooth stone csinálni lávával és vízzel, hogyha a láva fölülről kerül a vízre, azt hiszem. Oké, akkor ez most beakad. Igen. Igen, a oldalról folyik be a víz fölül láva. Ha a láva és a víz egymás egy vonalból érkezik, akkor abból cobblestone lesz. Ő cobblestone. Ha viszont a láva a víz fölül érkezik, akkor abból pedig smooth stone. És ez azért van smooth stone-nal tele. Tehát ez nem egy glitch gyakorlatilag, hanem egy működési elv a Minecraftban. Tehát világ életében így működött a láva és a víz. Miért nem építek egy liftet a toronyba? Azért, mert a toronyban nem tudok liftet építeni, a torony mellé tudok liftet építeni, amit egyszer meg fogok tenni. Tehát, hogy valószínűleg az egyik oldalon lesz egy taré. Ó, nézzétek, esélyek. Ú, nézzük meg a malacok, mennyi ízét termeltek. Ne így. Szóval... valószínűleg tele lesz minden gyémánt csákány, gyémánt kardokkal, aztán mint a arany kardokkal. Hogy ez itt például pont jó. És... ugye ez egy teljesen más rendszer gyakorlatilag. Szemet vadász, ez meglőtt, ez hazavitt, ez... még több gyémánt van, ez egy aranykor. Na, szóval ez termett azért valamennyit. Egyáltalán nem nagyon rosszul. Ezt nem mondom, hogy mit tudom én mennyire nagyon sokat, de hogy... meg akarom nézni, hogy mennyire tamát váltani. Jaj, van még nálam mindig egy aranykar. Ez a szén blokk, ezt most egyelőre helyezem. Ne. Jaj, ne. Jó, ideiglenesen. Hányadik részben épült a Blaze Farm, halvány elképzelésem sincs, de hát ha valamelyik admin segít. Tervezek-e más rendszereket építeni? Igen, folyamatosan rendszereket építek, most is rendszereket építek. Tehát ez a mai epizód, ez szünet egy rendszer építéséből igazából. Tehát, hogy... egy Wither Skeleton farmot építek éppen, és olyan régóta építettem, hogy egyszerűen szükségem volt kicsit kikapcsolni. Ennyi egyébként a varázslat. Tehát ezért nem rendszert építettünk például ma. Zavart így tudat alatt, hogy nincsen semennyi gyémántunk szinte, most nincsen nagyon sok, de értitek, több van, és nagyjából így ennyi igazából a dolog. Az mennyire izgalmas, hogy a vas az értékes ládában van, viszont a vasból készült cuccok meg már itt. Hogy lehet liftet csinálni a Minecraftban? Az a helyzet, hogy amikor utoljára néztem, jót sehogy. Ez ilyen nagyon rosszul hangzott, de ami nem bugolt gyakorlatilag a szerverem, meg nem glitchelt, meg ilyenek. Egyébként ilyen pisztonos felnyomós rendszerek, amik működhetnek. Slime blokkos felnyomós rendszerek. Én szerintem egy slime blokkos felnyomó rendszert fogok egyébként készíteni, mert slime blokkom nagyon sok van, és abból lehet egy-egyes liftet csinálni. Mert elég nagy, elég durva a redstone igénye egyébként ezeknek a cuccoknak. Tehát azért az biztos, hogy elég nagy méretűre nőnek ezek a lift dizájnok elég hamar.
És ugye ezt azért szerintem érdemes lenne elkerülni, hogy egy hatalmas böszme cucc. Egyébként a legjobb az az lenne, ha ezen az oldalon lenne amúgy a lift. Ezen a hátsó oldalon, mert akkor így tök jól össze tudnánk húzni a vonalat a hegy tetejével. De valószínűleg nem ezen az oldalon lesz amúgy, mert itt vannak a falusiaink. Illetve itt van a folyosó a falusiakhoz. Ennyi. Csontlázlovaknak kaja. A csontlázlovakat nem lehet megetetni. Mennyi slime blokkom van? Sok. Mert hogy hát jelenleg épp nincs sok, de hogy tudok csinálni, ha kell. Jelenleg épp... Így sem ennyi. Mondta, hogy az értékes ládámat tartom. Itt 6, 59 slime. Ezt pillanatos mellé csapom. Ez egyelőre 12 blokk, ami ugye alapvetően nem tűnik nagyon soknak, illetve egy lift design egy pillanat alatt nem lesz annyira sok. Az a kérdés, hogy mennyi slime-unk van még készen. Ja, akad még. Szóval ezekből még lehet csinálni slime blokkokat, bőven. Az a kérdés, hogy ez a kettő miért nincs összeállva vajon? Ja, mert valószínűleg kivettem belőle. Na, viszont szerintem ezzel elérkezett ennek a mai szímnek a vége. Abban az esetben, hogyha tetszett. Tudom, hogy ez... Na mindegy, tudom, hogy az átlag nem feltétlenül ilyen tartalmakat keres, hogyha Minecraft Let's Play series-eket néz. Azonban ettől függetlenül abban az esetben, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy like-ot, kicsit hozzuk közelebb a néző és a like számot, mert igazából miért is ne. És nem sokára ismét találkozunk Minecraft-tel a jövő héten, azonban addig is lesz tartalom. A holnapi nap folyamán, holnapi nap délelőttjén, ha most már tényleg nem változtatnak semmit, kikerül a versenyről is az információ, amit már nagyon-nagyon régóta halogatok, higgyétek el, hogy ez egy összetettebb projekt, úgyhogy nem csak azért állt, mert nem volt kedvem. Megcsinálni nagyon régóta készen az a videó, nagyon régóta kint van az a videó, tehát mit tudom, másfél hete, mert nem kint nincs, fent, YouTube-on fent van. Úgyhogy ez holnap kikerül, és aztán pedig meglátjuk, hogy milyen jellegű tartalmak lesznek, még... Szóval abban az esetben, hogyha kidobtam 64 aranyrögöt? Hú, az mondjuk azért az elég katonás. Na mindegy. Abban az esetben, hogyha tetszett, akkor, mint említettem, nyomjatok egy like-ot, nem sokára ismét találkozunk. Sziasztok!